volt egy-két olyan tornászverseny Győrben, mesterfokú tornászbajnokság, ilyen olyan verseny, amikor eljött Győrbe, vagy éppen amikor az új olimpiai sportparkba edzőtáborozni jött el az osztrák gyerekekkel, akkor azért néha összefutottunk. Hétszer volt az év magyar tornásza, kétszer az év magyar sportolója. Csolány Szilveszter Európa, világ és olimpiai bajnok, a gyűrűk ura 51 évesen hunyt el. Nagyon nehéz, szóval azért ilyenkor számomra egy élő legendát, egy példaképet elveszíteni, attól függetlenül, hogy az elmúlt időszakban nem voltunk annyira közeli kapcsolatban, mint annó, mikor 2002-ben a tornateremben még együtt készültünk, akkor is egy hihetetlen sokkoló hír volt az, hogy küzdött a végsőkig, de egy idő után feladta, sajnos. Kimondhatatlan veszteség, nem csak a tornasportnak, az egész egyetemes magyar sportéletnek, a nemzetközi sportvilágnak. Csolány Szilveszter nem magyar viszonylatban volt kaliber. Csolány Szilveszter a világ egyik legjobb tornásza volt. Hosszú éveken keresztül, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy ő 1992-ben már a barcelonai olimpián összetettben, amit mi szakmabeliek igazán nagyon nagy dolognak tartunk, a világ 9. legjobb tornásza volt, és már ott volt a döntőben gyűrűn és ugráson, és aztán ugye szépen fokozatosan lépdett föl a szakmai ranglétrán, ugye 4 évvel később Atlantában ezüstérmet közvetíthettem, aztán pedig ugye még rá 4 évre, és ez mutatja az ő kitartását, ugye Sydneyben felért a csúcsra, mint olimpiai bajnok, és még maradt a sportágban, hiszen világbajnoki címekkor még nem volt, és ezt 2002-ben szerezte meg ugye a debreceni Phoenix Arénában. Kevesen tudják, hogy bár a Szilas valóban 5 évvel fiatalabb nálam, de egy sportegyesületnél kezdtünk el tornászni Győrbe, és ugyanaz az edző, aki kiválasztotta, Röksamu, végül is 2 olimpiai bajnokot választott ki annak idején. Hát a Szilasra úgy emlékszem, mint egy izgő mozgó srác, akiben talán először, mikor megláttuk, vagy meglátták, akkor azt gondolták sokan, hogy ő belőle biztos, hogy nem lesz híres és jó sportoló. De aztán ahogy telt múlt az idő, akkor látszott, hogy mind az akaratával, mind rendkívüli fizikai teljesítményével mégiscsak oda jutott a végére. Hát sajnos most ilyen fiatalon el kellett búcsúzni tőle, rendkívül fájó természetesen. Én úgy gondolom, hogy Szilassa visszaemlékezve mindig is a küzdelem volt a jellemző számára, és aztán addig sikerült küzdeni, míg 2000-ben végül is olimpiai bajnok lett. Igen, a világ legtermészetesebb módján a nemzeti büszkeség boldog érzését tudtuk átélni. De azt gondolom, hogy bármennyire is fájdalmas Csolány Szilveszter halála és elvesztése, bármennyire is fájdalmas, hogy ahogy ilyenkor szoktak fogalmazni, mély részvét mellett nagyon sokak személyes jelenlétében tudtunk ma tőle búcsúzni. Az ő példája, az ő emlékezete az itt marad velünk, mert tényleg igaz, hogy csak az az ember hal meg igazán, akire nem emlékezünk. Amíg magyarok élnek ezen a bolygón, ameddig lesz büszke Magyarország, addig sok milliónyi magyar emlékezetében fog élni Csolány Szilveszter nagyszerű sportolói pályafutása.